Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. A Budapest Villaki Sarlós Boldogasszony plébánia képviselőtestületének alelnökeként szeretettel köszöntöm Eminenciás Péter bíboros atyát itt a Margit szigeti Szent Mihály kápolnában. A korábbi években a közeli kolostor romjainál állva köszöntőmet így folytathattam, és az egybegyűlt szerzetesek, lovagrendek, zarándokok, hívek nevében. Hát igen. Akkor fizikai valóságban is ott állt mindenki a köszöntéskor mellettem, aki hozzám közel álló családom, egyházam, nemzetem tagjai. És ez felidézi a királylány Árpádházi Szent Margit alakját majdnem 8 évszázaddal ezelőttről. Ő is itt volt a közelben, családja, egyháza, nemzete, népe vette körül, még itt a kolostorban is. Margit soha nem felejtette el családját, rangját. Éppen az, hogy ő is a hatalomhoz, a királyi családhoz tartozik, erősítette meg őt abban, hogy kötelességének érezze ezzel a hatalommal méltó módon élni, Istent imádni, őt engesztelni, egyházát szolgálni, királyi családját egységre, összetartásra rábírni, és emellett vele barátait, társait, a nálánál sokkal kisebb rangúakat, a betegeket is szolgálni, ápolni. És ha ő királylányként ezt tette, annál inkább kell ezt
tennünk nekünk, egyszerűbb embereknek is, családunkkal, egyházunkkal, nemzetünkkel, és Isten felé fordulásunkkal, imáinkkal. Kérjük bíboros atyát, hogy erről a királylányról és lelki utódairól, szerzeteseinkről emlékezzünk meg most együtt ünnepi szentmisével. Az oltáron jelen van Árpád-házi Szent Margit csontterekéje is. A járvány miatti helyzetről, sokak szükségszerű fizikai távollétéről nem tudunk elfeledkezni, de biztosak lehetünk abban, hogy a Mária Rádió hangján és a Bónum Televízió közvetítésén keresztül sokan kapcsolódnak be távolról a mostani ünneplésünkbe. Ezzel a várakozással mondjuk most együtt Szűz Szent Margit, könyörög érettünk. Isten hozta bíborosat. Köszönöm szépen. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vélkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozdással. Én védkem, igyekem, védkem, érvezett a boldogságos, minden hozzáfűtelenszkívázát, az összes hozzámokat és szereket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Istenünk szüzesség kedvelője és védelmezője. Árpádházi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ózeiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme, én kivezetem őt a pusztába, hogy a szívéhez szóljak, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint azokban a napokban, amikor feljött Egyiptom földjéről. Eljegyezlek magammal örökre, eljegyezlek igazsággal és igazságossággal, jósággal és könyörülettel. Eljegyezlek magamnak hűséggel, és te majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Isten ajánl. Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis oktalanságot, sőt, viseljetek el engem is. Én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek el Krisztushoz benneteket. Ez az Isten igéje. Halleluja! Amigo.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vilegény elé. Ötön közülük bolgák voltak, öten pedig okosak. A bolgák fogták a lámpásukat, de alajat nem vitték magukkal. Az okosak azonban korsóikban alajat is vitték lámpásaikhoz. Késed a vilegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vilegény, menjetek eléje. Erre a szűzek mindnyájan felébredtek, és felszólították lámpásaikat. A bolgák kérték az okosokat, adjatok az alajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosok ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vilegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyis ajtót nekünk. De ő így válaszolt. Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vilasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az urát. Ezek az evangélium igéi. Krisztuson, kedves testvérek, évtizedek óta először fordul elő, hogy Szent Margit ünnepén itt a róla elnevezett szigeten nem a szabad ég alatt tartjuk a szentmisét. Nem az időjárás miatt tesszük ezt, hanem azért jöttünk el ide az ő kápolnájába, hajdani kolostorának közelébe, mert a szervezők a korlátozások miatt ezt látták biztonságosabbnak a járvány szempontjából. Ugyanakkor fontos, hogy találkozzunk és együtt ünnepeljünk, hogy valóságban is részt vegyünk a Szentmise közösségében. Az idén különös alkalmunk is van a hálaadásra. 800 évvel ezelőtt, 1221-ben alakult meg Szent Domonkos rendjének magyarországi tartománya. A rend férfi és női ága ma újra létezik hazánkban, imádkozzunk értük különös szeretettel, hogy áldás kísérje szolgálatunkat egyházunk és népünk javára. A mai evangéliumban a 10 szűzről szóló példabeszédet hallottuk. Az evangéliumi szakasz a végső ítéletről szól, és azt hangsúlyozza, hogy minden lehúzó fáradtság, minden egykedvűség, reménytelenség minden kísértése ellenére ébereknek kell lennünk. Csak hogy nem elég várni, cselekednünk is kell. A kereszténység nem kényelmes út. Nem elég az egyházban lennünk és várni, hogy teljenek az évek. Ellenkezőleg, az életünkben minden különleges fontosságot nyer. A kezdeti megtérés, amikor meghalljuk, hogy hív minket Krisztus, majd cselekedeteink további alakulása. Szinte új meg új nehéz megtérésekre van szükségünk. Együtt kell működnünk az isteni kegyelemmel, és figyelmesen kell hallgatnunk arra, hogy az adott helyzetben, az adott pillanatban mit üzen nekünk Krisztus.
Ha elképzeljük a Jézusi példabeszéd esküvőjét, megjelenik előttünk egy lármás, népes, keleti lakodalom. A mennyasszony, a rokonok, a barátnők, akik várják a vőlegény érkezését, hogy aztán átkísérjék az ifjú asszonyt a vőlegény házába. A példabeszéd szavai mögött felsejlik, hogy az igazi jegyes, a vőlegény, maga Krisztus. Ő az, akire várunk, és aki a saját házába, az atyai házba akar vezetni minket. Ebből világosodik meg a példabeszéd tanítása. Nem elegendő, hogy tagjai vagyunk az egyháznak, hogy meghívást kaptunk, hanem elevenen is kell tartani a hitünket, és jó tettekkel kell igazolnunk és erősítenünk, hogy tényleg Krisztushoz tartozunk. Szent Margit a Krisztussal való találkozás izzó várakozásában élte le az életét. A mai ember számára talán ijesztőnek is hat az önsanyargatásnak az a szigorúsága, amit róla a hagyomány megőrzött. De Margit, a királylány, nem gyűlölte az életet és a világot, nem mindentől megcsömörlött keserű emberként fordult el a földi élet szépségeitől, ahogy a manapság sokan hajlamosak ezt szinte depressziós csömörrel megtenni. Szent Margit az extázis határáig menően szerette Krisztust. Ez volt az a pozitív magával ragadottság, ami különös tettekre is késztette. Erről írta az 1300-as évek elején a legenda szerző azokat a sorokat, amelyek Ráskai Lea domonkos apáca másolatában maradtak ránk. Gerjedez vala az nemes szent szűz az isteni szerelemnek tüzével, és meggyulladván imádkozék vala szüntelen, olykor minden közbevetés nélkül, úgy, hogy a napnak első idejétől fogva, az konventnek ebédjéig szüntelen imádságban marad vala. Jézus kedvéért az iránta való szeretetből imádkozott és vezekelt, végezte a legalázatosabb szolgálatokat. Az ő iránta való szeretetből érdeklődött családja és az ország sorsa iránt. Ezért próbálta meg bátyját és édesapját kibékíteni és lecsillapítani a pusztító polgárháborút. Szent Margit példája ma különösen szükséges a számunkra. Szükséges azért, mert fáradt történelmi korban élünk. A majd egy éve tartó koronavírus járvány is próbára tette sokak megértését és türelmét. A mostani időben nemes, önzetlen, nagyvonalú tetteket vár tőlünk az Isten, a környezetünk, a népünk és az egyház. Ilyen tettekkel tartozunk saját emberségünknek, személyes méltóságunknak és katolikus keresztény mi voltunknak is. A kereszténység ugyanis nem kényelmes vallás, nem olyan széles út, ahol a puszta közvéleményt meg a saját kényelmünket követve jó helyre jutnánk, hanem küzdelem a hívő ember élete, de olyan küzdelem, amelynek erőforrása Isten kegyelme, jutalma, értelme pedig az örök boldogság, az a lakodalom, amelynek képe számunkra, gyenge fantáziájú emberek számára Isten színelátásának végtelen nagyszerűségét érzékelteti. És visszatérve az evangéliumi példabeszéd gondolatához, van visszajelzésünk arról, hogy a helyes úton járunk-e. Megtudhatjuk, hogy valóban ébren vagyunk-e, vagy kialudt bennünk a remény és a várakozás. Miből tudhatjuk meg? Sokszor mi magunk is, főként a szeretet cselekedeteiből, amelyek eluralkodnak az életünkben, és programjainkat, energiánkat a maguk logikája szerint kezdik rendezni. Vagy éppen ellenkezőleg, ha ezek elmaradtak,
akkor fel kell riadnunk álmunkból, mert az életünk már sodródás, nem pedig készület a Krisztussal való találkozásra. Kérjük az idén különös bizalommal Szent Margit közbenjárását, népünkért és mindannyiunkért, hogy a szeretet cselekedeteiben megerősödve, reménnyel, energiával teljes és üdvösségre vezető életet éljünk. Amen. Hiszek az Egyistenben, mindenhol mennyek és fölön, minden láthatónak és láthatatlan teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyához született, az időket vette elő. Isten az Istentől, világosság, világosságtól, valóságos Isten, valóságos Isten. Született nem teremté, az Atyával egy lényeg, és minden által lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, szívmájától és emberével. Pontfék sorással, végként keresztet feszítették, kihalált az emberet és elmentés. Halványatban fölvállalt az írás szerint, fölment a mennybe, ott ült a tárgyújában, de ők előtt dicsőségben, ígérni éjjöket és voltakat, és országának nem lesz vége. Hiszesz az emlékekben, Úrunkban és Istenünkben, aki az Atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyától és a fiút, ő szólható kétház számával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli szent egyházban, valóban az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a boldog föltámadásra, és az Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy Árpádházi Szent Margit engesztelő életének érdemeiért fogadja kegyesen könyörgéseinket. Add, Urunk, hogy főpásztorainknak, papjainknak és hívő népednek minden áldozata engeszteljen téged bűneinkért. Add, Urunk, hogy hitvalló életünkkel és buzgó imáinkkal segítsük országunk boldogulását. Add, Urunk, hogy Szent Margit plébáni példáját követve szívesen teljesítsük mindennapi kötelességeinket. Add, Urunk, hogy ifjúságunk tisztelje és kövesse Szent Margit tiszta életének példáját. Add, Urunk, hogy beteg testvéreink Szent Margit példájából erőt merítsenek az érdemszerző szenvedéshez. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérjük áldásodat a Domonkos Rend 800 éves kettős jubileumára, és imádkozzunk annak lelki gyümölcseiért. Urunk Istenünk, Szent Margit által megmutattad, hogy mennyire kedves előtted a készséges áldozatvállalásban és az engesztelő imádságban eltöltött élet. Add meg, hogy mi is készen álljunk embertársainkért imádkozni és áldozatot vállalni. Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Yeah.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Szent Margit szűz életében kegyelmet, csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fölségedet, Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesse a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter érsekünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről is mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására.
Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságot szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesivel, Szent apostolokkal, Árpádházi Szent Margittal, és minden szentel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsétve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten barányod, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten barányod, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, hogy nem vagyok bűnő, hogy rájuk mondani, hanem csak egy szóval, és megjön az élet. Thank you.
urunk, Istenünk, te isteni adományoddal erősítettél meg minket. Add, hogy Szent Margit példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Most imádkozzunk az eukarisztikus kongresszusért. Mennyei atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosi népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Segítségünk az Úr nevében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenünk szeretnél.